Tehát tegy csak ide az izére. Tehát akkor normális a 3B-re. Hát akkor dobjál 3-at, akarsz. Ahogy te. Csináljál magadnak. Jó van, hát ezt kihagyja. Zoli, ezt. Ezt meg én adoztam. Na, és akkor mindenkinek meg a munkája. Persze. Na gyere, eljátszunk, mint hogyha eljátszanánk. Várj egy kicsit. Meg egyszerűen. Várj meg kicsit. Tehát csak. És akkor ezt úgy szoktuk csinálni, hogy akkor ilyenkor felsorakoznak az autó mellett, addig leteszik a felszerelést, és akkor mindig az aktuális, aki ott a főnök, az elmondja nekik, hogy akkor megvárjuk a harmadik kollégát is, ide álljon. Tehát ő a sofőr. Én vagyok. Ő az ötös, úgy hívjuk, hogy ötös. Ő az egyes, ő a sugárvezető, ő neki a kezében lesz a sugárcső. Ő a kettes, őt úgy hívjuk, hogy segít sugárvezető, ő segít neki, ha esetleg a tömlőt mozgatni kell. Ő fog a legtöbbször kapcsolni. Jó, és amikor föl van mindenki öltözve, én is föl vagyok öltözve, akkor kiadok egy utasítást, hogy az osztó a második B-tömlő végén irány az a Suzuki az? Igen, Suzuki. Táplálás nem lesz, úgyhogy tartályról irány rajta. Na, mindjárt megnézd a gyerekeket. Oda megyünk, megnézzük annak. Csak a szélén maradjatok. Ezt a kapirát. Kires kerék lemossák a kocsiját. Hát én is csak slaggal szoktam lemosni otthon, kerti slaggal. Nem, nem, nem. Nem lesz víz, gyerekek, nem lesz víz. Nem használhatunk vizet, mert ha közben el kell mennünk káresetnek, akkor meg kell, tudod. Akkor nem lesz. Persze, bent kell lenni a tartályban. Na, hallottátok? Azt mondta, hogy készen van vizet. Akkor ilyenkor Ilyenkor én megnyitom nekik a vizet. És akkor ilyenkor adja a vizet. Megy a víz! Ott, ahol áll, ott a pirosnál, odáig van víz. Megnyitja, és akkor amikor készen van, akkor a segédsugárvezető odaszalad a másik mellé, átáll a szembe lévő oldalra, és tartja a sugarat. Ezeket mi nem úgy hívják, ezt otthon úgy hívják nálatok, hogy locsoló tömlő, vagy locsoló cső, vagy slag. Nálunk a tűzoltóságon csak tömlő van. Jó? Csak akkor... Szerelj vissza rajta! Akkor ilyenkor csak vissza kell szerelni. Azért most elmondom akkor, hogy mindenki még egyszer hallja, mert lehet, hogy előbb nem hallottátok. Ha most véletlenül el kell mennünk egy párosokra, ahol vizet kell használni, nem lesz benne elég víz, ezért nem engedtünk rá vizet. Tehát ezt csak bemutattuk, hogy hogyan néznek ki, hogyha esetleg tüzet kéne valahol.